Na, sziasztok! Igen, ezt a küldetést már egyszer megcsináltam, mert sikeresen elrontottam a felvételt többször is, több helyen, úgyhogy most újra játsszuk ezeket a küldetéseket. Megyünk Edinek. Ellopunk lomot. Hát mint hogy visszalopjuk, amit elloptak tőle. Edi, te szerencsétlen, te. Rendőrbe! Viszik a kocsimat! Nekem is sikerült pont a leglassabb autót az egész játékban kiválasztani. Menj már innen! És ezt nem így kellett volna megcsinálni, hanem bemenni mindenkit szétlőni, csak a rendőrök pont belerondítottak. Mi volt? Lőd már le! Ez mi a jó büdös fene volt? Na, amúgy meg van kergülve a játék egy kicsit. Többször kifagytam most, mint eddig bármikor. Ezért is húztam fel magam. Abba hagytam a felvételt, aztán utána rájöttem, hogy csak fel kellene velem menni azokat a küldetéseket, mert nem lesz jó. De tehát, hogy úgy kifagyott, hogy éppen, hogy elindultam a küldetésre. És abban a pillanatban így. Ha megmondom őszintén, azért valamilyen szinten már várom, hogy ennek így vége legyen. Aztán bízom benne, hogy az új motor, amit csináltak, a Definitive Edition, az jobban fogja bírni a dolgokat. Meglátjuk. Hol a kocsim? Hol a... Ó, nem már, hogy már megint elvesztettem az autót. Persze, hogy nincsen sehol. Ugorját. Állj meg anyádat.
Lopni kell egy új autót, lopni kell egy új autót, lopni kell egy új autót. Dick! Dick! Jaj, de nagyon sokan vagytok! Jó, ott a rendőrbácsi úgy kiugrott a autóból. Mit szeretne? Gyere! Gyere, gyere! Segítek, tehát testedzés. Uti van. Úgyis gyorsabban odaérek valamilyen autóhoz, amit el tudok vinni. Most szórakozol. De mozgok. Utás van, ha látod. És csak. Suspect is about 6 feet tall, average size. Nye. Egy kis autós üldözés. Már úgyis hiányzott, már rég csináltunk ilyet. Már mondta, hogy nem hiányzott. Senkit sem megölni. Ez gyors volt. Túl gyors. Vajon? Darabokban a kocsim. How can I help you? Sehogy. Nem tudsz. No problem. Na. There you go. Give her a couple of drinks. Thanks a lot. Nem szupercsárgyunk. Fenében jól elvesztettem azt az előző autót. Igen, mert beszálltam a másikba amúgy vágon, tehát hogy tudom, hogy miért. Csak... Ezt annyira nem szeretem, amikor elveszi így a játék. Ez már nem az első, hogy így elvesztünk autót. Volt, szerintem lehet, hogy pont ebben a részben. Amikor... nem, az Jim is volt. Nanny. What are you, some kind of pervert? Ops, hát. Oh my god, I'd take that gun outside if I were you. Shit! Please don't kill me! Help me, God! One, Steven. Megyek, csak viszek magammal egy inget. Hát, öcsém. És így, hogy nem lövöldöztünk? Nem is lett rossz. Na! Van itt fent egy küldetés. Highway Racing. Úgy, nem szeretek versenyezni. Tudom, ez nem verseny lesz, csak időmérő edzés. De akkor is. De ne gyere nekem! Most javítottam meg az anyátokat azt. Most lett megjavítva.
Tudom, lehet be kellene tenni a garázsba, és akkor mindig meg lenne a garázsban. Elvileg. Gyakorlatilag a fene se tudja. Vigyázz, 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 vigyázz. Hallod? Tehát jobbról jön, én megyek a főúton, és még ordibál velem. Hú, de megverek valakit. Gyere! Highway Racing. El kell vinni egy körre a autót. Ebben fagytam ki a legutoljára, és már nagyon elegem volt. Nem tudom, mit lehetne vele kezdeni, hogy ne fagyjon ki. Nagyon élvezném a játékot, csak az, hogyha egy picit tovább veszem fel a részt, mint ahogy ő szeretné, akkor rendszeresen kifagy, és most meg többször kifagyott egymás után. Ilyet nagyon ritkán csinál. Ezt a kanyart nagyon nem szeretem, ez annyira, nekem annyira nem megy. Nem baj. Nagyon kiengedi az autót, amúgy az a probléma, mert tudom, ne keresek kifogásokat, béna vagyok és kész, tehát ennyi. Ez de... Volt kérdés... Ta-ta-ta-ta. Működik? Működik. Akkor ne szólj bele. Megy. Ennyi. Igaz, hogy hülyén fog váltani, meg azt se fogja tudni, hogy mit csináljon az autó, de... apróságokra nem adunk. Amennyire szerettem ezeket az autókat az elején, most annyira nem. Nem megy. Nem. Az az egy van, amivel rendszeresen járkálok, az tényleg olyan, hogy né. Mit csinálsz, te hülye? De majdnem... Ujj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 . Jobb, balra húz az autó. De nem kicsi. Kösz, hogy kifordultál. Ebben most lehet, hogy nagyon belerongyoltam volna. Miért húz oldalra? Mondjuk valószínű azért, mert összetartom az orrát. Igen, hülye kérdésre hülye válasz. Render, ó, de szeretlek. Igen, igen, gyere, gyere. Ó, kösz! Hé, gyere gyorsabban, mert nem fogunk tudni elég gyorsan menni. Ha nem jössz, nyílnak előtted szét az autók. Ha nekem az jó. Gyorsabb vagyok. Csak hát így, hogyha nem, nincs rendőri kíséret, lehet jobban fel kellett volna őket bosszantani. Sem tudom, volt-e bármikor annyi, hogy ilyen pontunk összejött Velocity-ből.
Nem rémlik. Ennyit biztos, hogy nem mentem. Igen, igen. Copy that. Copy. Lemásoltam. Hühü. Hallod, már megint javítani kell? Miattad? Húz az autó. Le. Jobban megy. Joe, most nagyon jól megjavítottad. Most maradjon így. Arra le kellett volna mennünk. Hey! Fater még mindig... Hála! Az ott meg mindig javítja a kocsit? Nagyon elromlott. Jó pár küldetéssel ezelőtt voltunk itt. Azt hiszem, amikor szólni kellett az embereknek, akkor állt ott mellette. Jaj! Kormányozni nem lehet amúgy az autót. Nem baj, megy. Az a lényeg, gurul. És nem tudom, hanyadik pontnál járok, vagy 7. Nyolc. Jól számoltam. Tava! Hey. Ez hogy lehet? Nem jött utánam. Bolondra bízzátok az autót meg. Szerintem ezek még sose láttak vezetni. Joe, gyere már, vidd el az autót. Aha. És így begurulok egy olyan, ami... És így begurulok egy ilyen szanaszét vágott autóval, hogy jöttem a kocsiért. Te viszed el egy próbakörre az autónkat? Én. Frank, ezt jól meggondoltuk, hogy ennek a hülyének adjuk oda a kocsit? Azt mondta a főnök. Akkor jó. Akkor tökéletes. Jó, hogy lenézek néha-néha a térképre. Medudáj! Időre megyünk. Beálltunk, nem? Akkor... Ne már! De ne sz... Szállj vissza! Ott a... Úgy. Úgy. No, kaptunk el a 90-et. Édes Isten, hát 90-ért megforgatni ezt a valamit az egész városban? Ennyi a küldetésünk, ami most így hirtelen van aktívba. Nagyon jó. Hát nem akarok menni. Supermarket. Jaj, ez valami miért nem tetszik a címe. Nem szeretem a bevásárló központokat, túl sok ember van. Ennyi.
Elszemű. Most csak gondolj bele abba, hogy a legtöbbször motorháztető nélkül megyünk, mert minek nem kell az rá. Tényleg így rám bíznak egy ilyen tuningolt autót. Vagy, na, vigyel. És ráadásul versenyeznem kell, vagy hát időre kell vele mennem. Jíí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 
Na, lesz-e neked? Valami ilyesmire gondoltam amúgy. Mindjárt jön a motorháztető, a csattagós lepke már szerintem működik. Van még motorháztatőnk? Van. Ó, hogy lehet az? Öcsém, de még a busz is kijön elém. Szóval úgy kicsit kíváncsi vagyok arra, hogy Definitive Editionben elvileg, ha minden igaz, az már egy teljesen más motor. És kíváncsi vagyok rá, hogy egyáltalán a videókártya hogy bírja. Csak már ki akarom ezt játszani, mert gondolkodtam már rajta, hogy elkezdem hamarabb. Ez most nem áll. Az a baj, hogy én ezt a küldetést csináltam, és emlékszem rá, és ezt gyűlöltem, mert be kell menni, szét kell verni mindenkit, és nem hoztam magammal elég lőszert, mert szerintem nincs elég nálam. Ó, ebbe van. Akkor menjünk. Be kell mennünk, azt szét kell verni mindenkit. Az a baj, hogy nem tudom, hogy ki az, akit lőni kell, meg ki az, akit ne. Ja, hogy a rendőr? Hallod? Ezt hogy? Valaki felhúzta az erősségét a játéknak, hát ez nem ilyen volt. Most olyan gyorsan hal amúgy Joe. Ilyen nagyon... Öpá, azt hittem, hogy kezdődik magát. Ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva. Tehát, hogy egy-két lövést kapok, és káó. Az reakcióidő volt, Razika. Megint nem tudok átlőni. Jó, akkor lövünk azon. De jó, hogy el tudod dugni a fejed. Léci, fejre. Hallod, az mi volt már megint? Játék. Jó, oké. Okay. Az a szerencse, hogy egymás után jöttök felfelé. Dugd ki a fejed megint. Na jó, oké. Na, ez mi? Should be in the office.
Várjál, mert olyan fegyverre váltok, amivel ha megtámadnak, akkor tudok védekezni, jó? Dur! Better start talking while you still can. Kicsod bim bum! Shit, Joe, keep him busy. Almost done. Jó, reload. Olyan van nekem is. Ezt a legelejéről? Azt hittem. Joe, mi a fenébe keveredünk már állandóan veled? Jó, most megvárjuk, még egy kicsit HP-zódunk. Higgadj már! Tudnám hová? Igen? Hát, nem hiszem el. Ez most mi? Még jó, amúgy... Amúgy köszi játék, mert amúgy itt tudták, hogy ezt amúgy végig fogja szenvedni az összes ember. Hát láttam pirosat. Azt mondja, come on Joe, move. Hova? Értem én, hogy ezt az autót kellene elérnem, csak... Az baj. Várjál, ide valami komoly kell. Te, az nagyon páncélos. Egy nagyon páncél. Addig még darál, addig nem lövök. Jó, az is megvan.
Ow. Ow. Hey, nice shot. Kösz. Az nagyon messze van ehhez. Jó, elvileg még van kettő darab, jól látom. Az. Ezt nem gondoltam, hogy el fogok eddig jutni. Jó, hát ilyet már csináltunk, hogy menekülünk a rendőrök elől. Bocsi, amúgy most lehet, hogy egy kicsit csendesebb voltam. Nem veszem észre. Csak koncentráltam, mert már így is egy jó párszor megfikkantam. Az halál komoly, tehát megállt a rendőrautó, ki akartak belőle szállni. Jaj, de jók vagyunk. Jó, nem baj, srácok, mi odaérünk időben, nyugi. Elmentjük! Elmentjük! Szóval... ha ezt túlélem. A hülye izéhez se tudok beszaladni. A telefonfülkéhez. Na mindegy, közben elmegyünk világjegyezni. Nem tudom, hol van megint a kocsim, de örülök neki, hogy a játék megint eltakarította az autómat és nem adta vissza. Rohadsokba vagy nekem játék, állandóan el kell lopnom egy új autót, feltüringolni, ellopni, feltüringolni. Miért? Azért, mert te állandóan eltakarítod őket. El se akarni valamit? Az jó lesz, köszönöm. Na jól van. Rendezek magamnak kocsit. Találkozunk a kezelőtérben. Találkozunk a következő részben. Addig is iratkozzatok fel, lájkoljatok, és várjátok a következő részt. Sziasztok!